Sziasztok! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy beszéljünk a startupokról, mert az mindenkinek érdekes, és az egy érdekfeszítő téma, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, sok mindent lehet róluk mondani, de jó lesz, ne nézz így. Gyakorlatilag az alapfogalmakról fogunk beszélni, és arról, hogy mit lehet csinálni az elején a startupoknak, hogy utána legyen tovább is. Miért én fogok erről beszélni, az nagyon egyszerű. Röviden azért, mert az Innonic vezetőség úgy gondolta, hogy én vagyok erre a legmegfelelőbb ember. Kicsit hosszabban gyakorlatilag azért, mert az elmúlt pár évben körülbelül egy tucat induló vállalkozás, vagy egy kicsit több elindulásában segítkeztem tevékenyen. Van, ahol kisebb, van, ahol nagyobb sikerrel. Ez nem én vagyok, de a Királyi TV-nek a teljesítmény az, hogy a Las Vegas-i CES közvetítés során a három magyar startupból kettőt sikerült összekeverniük. Úgyhogy ez lett az eredmény. Jó. Startup. Gyakorlatilag, hogyha kötőjellel írod, ez egy bármilyen új cég, ami elindult. És tényleg lehet zöldséges, lehet oktatás, lehet bármi, lehet autószerelő is. Hogyha egybe írod, tehát kifejezetten startup cégről beszélünk, arra is nagyon sok definíció van. Többek között ugye az, hogy egy olyan problémára keresnek megoldást, ahol nem egyértelmű a megoldás, és egyáltalán nem garantált a siker. Azt még fontos tudni az előadásról, hogy magyarul beszélek, de ahhoz, hogy valaki startuppal foglalkozzon, muszáj angolul tudni. Tehát sok hanglish lesz az előadásban. Egyszerűen azért, mert hogyha startuppal akarsz foglalkozni, és nem tudsz angolul, az olyan, mintha autóversenyt szeretnél nyerni, úgyhogy nem tudsz vezetni. És gyakorlatilag az angol az elengedhetetlen. Másik megfogalmazás az az, hogy gyakorlatilag explicit megmondják azt, akik részt vesznek a startupban, hogy ők most feláldozzák a biztonságot, a stabilitást azért, hogy egy lehetséges nagyon nagy növekedést érjenek el minél gyorsabban, és minél nagyobb hatást tudjanak gyakorolni a környezetükre. Mondjuk az én kedvencem a Steve Blank, amit 2010-ben mondott, hogy a startup egy olyan organizáció, ahol egy megismételhető és skálázható üzleti modellt keresnek. Ugye, igen, gyere, szervusz. Az üzleti modellnek a lényege lehet akár a bevétel, a profit, felhasználószám, kattintások, bármi, amiben megállapodtok az elején, akár a befektetőkkel, akár a partnerekkel, akár a társalapítókkal. Mi a különbség az üzleti modell és az üzleti terv között? Steve Blank ezt úgy fogalmazta meg, hogy az üzleti terv, az így elmondja, hogy kb. Mit akarsz csinálni, viszont az üzleti modell megmutatja, hogy működnek a különböző részei a cégnek, a vállalkozásoknak, minden hogy van összekötve. Ez gyakorlatilag egy business model canvas. Ki az, aki látott már ilyet? Közelebb kell jönni, az összes szék itt az első három sorban szinte üres. Ennek ugye az a lényeg, hogy megmutatja, hogy fog működni a céget, hogy fognak interakcióba lépni a különböző részek a többivel. Itt bal oldalon ki az, aki meg tudja mondani, hogy mit jelentenek a kulcspartnerek? Ők azok, akik a legfontosabb szolgáltást fogják nyújtani a céget, ez ők, akik el fogják látni, akár nyersanyaggal, akár szellemi tőkével. Ők azok, akik segíteni fognak a cégednek megvalósítani azt a tevékenységet, amit majd te fogsz csinálni. Ugye itt vannak a key activities, ezek a kulcs tevékenységek. Ez az, amit a céged azért fog csinálni, hogy bevételt szerezzen, ez az, amivel működni fog. Itt megmondod azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy gyakorlatilag napról napra menjen a cég. A key resources azok az erőforrások. Meg kell mondani, hogy mi az, amire szükséged van ehhez. Irodára van szükséged hozzá, internetre van szükséged hozzá, gyártósorra van szükséged hozzá. Azok mind ide jönnek. Középen van az úgynevezett value proposition, ami az összes ilyen cégnek a gyakorlatilag a középpontja. Itt azt fejtett ki, hogy mi az, amiért a te cégedet fogják választani, miért fognak hozzád jönni a bevők, milyen szükségleteket tudsz kielégíteni, mi az, amitől te olyan jó leszel, hogy mindenki hozzád menjen, vagy legalábbis azok, akiket te szeretnél megszólítani.
Ide tartozik ugye nyilván, hogy mi a minimum viable product, amiről később fogunk beszélni. Ide tartozik az, hogy milyen vásárlóid vannak, akiknek ki kell elégíteni az igényét. Hogyha tovább megyünk, akkor ott látni fogjuk a szegmenseket, hogy ki az, akit célzol, látni fogjuk azt, hogy tartod a kapcsolatot a vásárlóiddal. Channel az az, hogy éred el őket, hogy kommunikálsz, akár az elején, akár később, akár milyen CRM-et használsz, milyen akvizíciós csatornákat használsz, stb. Legalul pedig azt lehet látni, hogy mi kerül neked költségbe, tehát mi az, ami mindenképpen neked költség lesz. Tehát biztos, hogy kell, mint az internet hozzáférés neked, akkor az egy költség lesz internet előfizetésed. Mi az a legdrágább, ami kell, mondjuk a munkaerő, vagy a laptop, ami kelleni fog, és mi az, amit nem tudsz, tehát amit mindenképpen ki kell fizetned, és ahhoz, hogy működjön a céget, tehát milyen key activity-k azok, amiért fizetned kell. A másik oldalon pedig az van, hogy miért fognak fizetni neked a vásárlóid, mi az a modell, amivel te bevételt tudsz generálni, és milyen árazással dolgozol. Hogyha ezeket ugye az elején rögtön szinte 99,9% hogy nem fogja mindenki tudni, ezeket tesztelni kell, mégpedig ez a nagyon szép ábra mutatja azt, hogy mi az a Lean Cycle. Ez egy ilyen Ez nem egy új sztori, tehát a managementből ezt körülbelül szerintem 30 éve tanítják. Ez a PDCA ciklus, Plan, Do, Check, Act. Ezt átírták startupra is. És a startupoknak az a sajátja, hogy ezt a ciklust, amikor valamit építesz, megméred, és utána levonod belőle a tanulságokat, tehát konkrétan iterálsz, ezt a startupok megpróbálják minél gyorsabban és minél olcsóbban megcsinálni. Tehát ez azért Lean Startup, mert itt a startup nem találta föl a spanyol viaszt, csak egyszerűen gyorsítja az egész folyamatot, addig, ameddig a lehető leghatékonyabban nem tudja tesztelni az ötleteket, nem tud iterálni és nem tud mérni. Itt föl vannak sorolva mindenféle módszerek, amivel lehet dolgozni, ugye split teszttől kezdve customer interjúkon át, A-B teszteken át, minden olyan teszt, amit éppen te meg tudsz csinálni ahhoz, hogy a szükséges metrikáidat mérjed, azt így beleteszed, tehát van egy ötleted, építesz belőle valamit, amit tudsz tesztelni, általában ez kód lesz mondjuk, hogyha a startupok ugye nagy része 90%-a szoftverrel foglalkozik, ezt méred, akár bétába, alfába, hirdetésbe, landing page-be, bármibe. Ebből lesz egy adatod, és az adatot pedig elemezni kell. És az, hogy rendes információkhoz jussál, ehhez nagyon fontos az, hogy az elemzés az utána gyakorlatilag a levont tanulságokat utána beépítsd a következő körbe, amikor iterálod az ötletet, amikor megépíted a következő részt, az mindenképpen bele kell venni. Miért kell ezt megcsinálni? Hát gyakorlatilag azért, mert szinte semmit nem tudsz az elején, kis túlzással, a piacodról. Ugye ez a Jab to Do, ki az, aki látta ezt, ez egy bevált UX-es módszer, ki az, aki találkozott ezzel a megfogalmazással már. Ez elég hasznos tud lenni, ugye hogyha tudod, hogy mi a persona, tehát kinek akarsz értékesíteni, az ő problémájára akarsz megoldást adni, azt tudod, hogy mit akar csinálni, ahhoz, hogy a végén neki valamilyen benefitje, valamilyen haszna legyen abból, hogy ő ezt megcsinálta. És ezek az elején, amikor indul a céged, gyakorlatilag csak feltételezések a legtöbb esetben. Ezeket a feltételezéseket mind-mind tesztelni kell ilyen módszerrel, hogyha van azt mondod, hogy nekem a personám az 18-tól 30 évesig egyedülálló férfiak, mondjuk akik városban laknak, azt le kell tesztelned, nekik kell adnod egy olyan értékanyagot, amit úgy gondolod, hogy az jó lesz, és megnézed, ők erre fognak mondani valamit, és utána iterálnod kell. Utána lehet, hogy azt fogod mondani, hogy nem, a vidékiek lesznek igazából a célcsoport, vagy azt fogod mondani, hogy nem, nekem változtatni kell majd esetleg az értékanyagot, amit adni akarok nekik. Tehát ez az, ami miatt, hogyha ezeket nem tudod biztosan, akkor mindenképpen tesztelned kell. Nagyon, tehát hogy a startup az egy nagyon-nagyon rizikós sztori. Mindenhol érdemes arra törekedni, hogy minél kisebb rizikót vállalj. És ugye minél többet tudsz, ugye annál kisebb lesz a rizikód. Gyakorlatilag minden feltételezéshez tartozik egy módszer, amivel ezt kvázi a legjobban
szokták tudni tesztelni. Ez a RAT, ez a Risk Assumption Test. Egy nagyon fontos része a dolognak. Mindig ez azt mondja, hogy mindig a legrizikósabb dolgot teszteljed először. Meg kell találni a legrizikósabb dolgot, amit tesztelni tudsz, és utána meg kell találni azt, hogy ezt hogy tudod a legolcsóban, a leggyorsabban tesztelni. Tehát, hogy azt mondod, hogy nekem most építettem valamilyen prototípust, ami barna. Hogyha nem barna a prototípusom, akkor előről kell kezdeni az egészet. Úgyhogy konkrétan itt a Risky Assumption testnél azt kell tesztelni, hogy a célcsoportonak bejön-e a barna. Ez lehet, hogy nem kell megépíteni a terméket, lehet, hogy bármilyen szintesztet fogsz tudni valamit. Itt példák vannak, hogy van egy olyan feltételezés, hogy a userek fognak profilképet hozzáadni. Hát ezt hogy tudod legjobban tesztelni? Nem fogod megépíteni az oldalt, hogy aztán adnak-e hozzá profilképet, hanem azt fogod mondani, hogy csinálsz egy user study-t, egyszerűen kvalitatív módon beszélsz a userekkel, fókuszcsoport, mély interjú, és megnézed, hogy tényleg adnak-e hozzá userképet, vagy ez egy tök felesleges feature. A piac elég nagy. Hát ez a piackutatás, különben más nem fogsz tudni csinálni. Ebben majd bele fogunk menni kicsit részletesebben, hogy mit értünk piackutatás alatt. Ugye az, hogy mondjuk meg lehet csinálni azt, hogy a fotókat clusterbe töltsed föl, vagy töltsed le. Hacking. Nagyon sok mindenféle van. Ezekhez nem könnyű megtalálni a megfelelő tesztet, de ez az egyik feladata az early stage-ben, hogy mindenki megtalálja a legjobb tesztet, amivel leggyorsabban, legolcsóbban lehet tesztelni. Tudtok mondani tesztet, amit csináltatok mostanában? Nem annyira szoktunk tesztelni. Na, jó. Értem. Pedig kellene. Jó van. És ugye mivel tudsz tesztelni? Hát ezt szokták MVP-nek, minimum viable productnak is hívni. Ez ugye a legkisebb használható verziója a terméknek. Nagyon fontos, hogy a baloldali piramis, vagy igen, az egy olyan MVP-t mutat, ahol lekódoltátok a funkciókat, mondjuk lehet szegmentálni, lehet hírlevelet küldeni, lehet keresni, lehet sehozni. Viszont ezek a funkciók nem megbízhatóan működnek, nem szépek, nem jó használni, stb. Ez nem egy jó MVP, mert a userek nem fogják megadni neked azt a visszajelzést, amire neked szükséged van. Ők azt fogják mondani, hogy igazából szar, amit adsz nekik, mert nem működik jól, és tök igazuk lesz. Ettől függetlenül lehet, hogyha úgy csinálnád, mint ahogy a másik mutatja, hogy csak a mag funkcionalitást teszed bele, tehát neked a fő értékelésed az, hogy tudjál szegmentálni ezzel a túllal, akkor azt megcsinálod szépen, hogy jól működjön, megbízhatóan működjön, funkcionális legyen, könnyen használható legyen, szép legyen, stb. És valószínűleg pont ugyanannyi időt fog igénybe venni, időt és erőforrást, mint hogyha az összes funkciót megcsinálod kvázi szarul, mint hogyha egy funkciót megcsinálsz jól. És hogyha jó a funkció, hogyha előtte te ezt jól meg tudtad mondani, hogy milyen funkcióra lesz szüksége a usereknek, akkor az MVP-vel fogsz tudni tesztelni, akkor meg fogod kapni azokat a visszajelzéseket, aminek szükségesek ahhoz, hogy tovább lépjen. Ez egy eléggé beszédes ábra, nem tudom mennyire látszik. De hogyha mondjuk valaki akar gyorsan közlekedni A-ból B-be, akkor az MVP az nem két autókerék lesz, vagy nem két autókerék, vagy négy autókerék, meg mondjuk egy karosszéria, hanem mondjuk egy gördeszka. Utána, hogyha iterálsz, és azt mondja az ember, basszus, ezzel tényleg gyorsabban tudok menni, mint ha gyalogolnék, akkor van egy roller. Azzal is gyorsabban tudok menni. Tehát egy bicikli, robogó, és eljutunk az autóig. Viszont, hogyha nem ilyen módszerrel tesztelsz, tehát nem egy kész, jól használható egy mag funkciós vagy maximum kettő dolgozat nekik, akkor konkrétan fogsz negatív visszajelzéseket kapni annak ellenére, hogy lehet, hogy jó irányba mész. Vagy tehát teljesen megbízhatatlanak lesznek a visszajelzések. És ezt nagyon, ezt a világon nagyon sok helyen elkövetik ezt a hibát. Annak ellenére, hogy azért ez az MVP egy eléggé elterjedt fogalom. Ugye? Kinek ismerős a termékfejlesztésből ez az ábra? Nem sok ember szokott, tehát elkezded fejleszteni, és akkor lineárisan egyre jobb lesz a termék, és ugyanaz a koncepció tökéletesen működik. Ez iszonyatosan jó, vagy csak szerencse, de hogyha követed azt, hogy rögtön teszteled már az elején,
az összes feltételezést, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy ötletből elindulsz az idő folyamán, egyre tovább fejlesztesz, és akkor itt egy proof of concept, az MVP-nél ki fog derülni az, hogy mégsem ez nem ez az értékajánlat, nem ez a funkció, nem az a célcsoport, akkor el kell kezdened újra. És nagyon sokszor a termékfejlesztés az így fog kinézni egy startupnál, mert minél hamarabb tudod validálni azt, hogy ez jó vagy nem jó, annál kisebb költséggel kell számolnod. Annál gyorsabban tudsz menni, annál hatékonyabban tudsz működni, és ez az, ami nagyon fontos, hogy nem baj, hogyha a harmadik MVP-t teszteled már, mert az azt jelenti, hogy jól csinálod, nem pedig azt mondod, hogy basszus, kész a termék, és még mindig csak 1%-os a konverzió. Az sokkal, sokkal rosszabb, mint hogy azt mondod, hogy itt a harmadik MVP-m, igaz, hogy még senki nem fizet, de 36% az rögtön feliratkozik, vagy 40, vagy 50. Ez az, amit valószínűleg nem fogtok látni a terem nagy részében, pedig ez egy nagyon, nagyon fontos ábra, szerintem úgyis elérhető ez az előadás. Itt van egyben minden, hogy kb. Mi az, amit Lean Startupnak nevezünk. Benne van a Design Thinking, a Lean UX, az Agile fejlesztés. Ugye úgy néz ki, hogy az elején te elindulsz egy nagyon tiszta igénnyel, amit meg tudsz fogalmazni, hogy ez az igénye a célcsoportnak, ez az igénye nekem. És utána elkezdesz kutatni. Kutatni és megfigyelni. Piackutatás, user interjúk, stb. És ezt az infót, ezt sorba rendezed, és elkezdődik a brainstorming, hogy tudod megoldani azt a problémát, amit te kikutattál, amiről tudod, hogy az létezik, amiről tudod, hogy fontos, meg kell oldani. Csinálsz egy hipotézist, és mielőtt elindulnál a termékfejlesztésbe Agile szempontból, ezt a hipotézist tesztelned kell. Ezek azok a tesztelések, ezek azok az experimentek, ezek azok a tesztek, amikről beszéltünk eddig. Minden ilyen kis kör az egy ilyen PDCA, kvázi Lean Startup, Plan, Do, Check, Act, Build, Measure, Learn ciklus. Gyakorlatilag addig nem mész tovább, míg ez a ciklus nem adja ki azt az eredményt, hogy jó irányba mész. Van egy hipotézised, tehát azt mondod, hogy a userek szeretni fogják a barna terméket. Amíg ez nincs validálva, addig nem kezdesz el barna terméket fejleszteni. Amikor azt mondod, hogy a usereknek a 76%-a barnát szeretne, akkor azt mondod, hogy jó, akkor kezdjük el a termékfejlesztést. És elkezdik a termékfejlesztés, ugye ezek a kis dolgok azok, amiket láttunk itt, hogy ugye fejlesztésnél ugye nagyon sokszor vissza kell menni, mert teszteled rögtön, ami elkészült, figyeled a visszajelzéseket, minél hamarabb, minél gyorsabban teszed, és megpróbálod a legfontosabb dolgokat teszni, megpróbálod a riskiest assumptionöket tesztelni először. Ugye, amikor eljutsz a Product Market Fithez, erről is fogunk beszélni, ugye az, amikor találkozik a terméked, a szolgáltatásod a piac igényeivel, akkor ugye tovább léphetsz a növekedési fázisba, abba már nem fogunk belemenni. Ha nincs még a Product Market Fithez, akkor szépen csinálsz egy nézett pivotot, vagy célcsoportot váltasz, vagy ajánlatot váltasz, vagy bármit, amíg nem ragad. Új ötlet kell, troubleshooting kell, stb. Szóval, hogyha a problémát, ugye, van egy clear need, ez mind a problémáról szól a legelején, hogy tudod validálni a problémát? Tehát tudnod kell azt, hogy ki az, aki meg fogja venni a te megoldásodat arra a problémára. Meg kell kérdezned ötször azt, hogy miért. Ez is egy eléggé régi metodológia, ez a five whys, amikor eljutsz oda, hogy mi a valaminek a gyökér probléma. Hogyha ezt tudod kezelni, onnantól ez az összes többi, ami addig feljön a problémát, gyakorlatilag megoldottad. Tudnod kell, hogy most időben vagy-e, tehát a piac az ki tudja szolgálni azt, amit te adsz, van elég technológiai fejlettség hozzá. Nem kell tanítani a felhasználókat, hogy kell egy hologramot kezelni, mert mindenki hologramot kezel. Stb. És akkor utolsónak, de nem utolsó sorban, azt is tudnod kell, hogy miért te leszel az, akitől ezt meg fogják venni. Tehát miért te vagy az, aki a legjobb megoldást tudja nyújtani erre a problémára? Ugye, hogy ki fogják megvenni, hát egyértelműen meg kell keresned az úgynevezett early adoptereket, az evangelistákat, akiknek megvan ez a problémája. Már megpróbálták megoldani valahogy. És van pénzük arra, hogy
gyakorlatilag megvédte, meg tudod neki mondani, hogy nézd, már csomót próbálkoztál azzal, hogy mit tudom én, egy barna telefontokot csináljál, mi megcsináltuk. És akkor azt mondja, hogy igen, ez kelleni fog. Ha nem, akkor meg kell találni azokat, akik már az elején azt mondják, hogy ők már megpróbálták, nekik ez a probléma égető, és ők tudnak neked jó feedbacket adni, ők lesznek az első vásárlóid. Ugye, hogy miért? Ez azért fontos, ötször megkérdezni, nem csak egyszer, mert hogyha megkérdezte volna Henry Ford az embereket, hogy mit szeretnének, akkor ők gyorsabb lovakat szerettek volna. Miért szeretnél gyorsabb lovakat? Mert most lassú, hogy eljutok valóban. Miért lassú? Azért, mert a lovakat etetni, meg itatni kell. Miért kell etetni, itatni? Azért, mert megdöglenek, ha nem eteted, itatod. És akkor szépen eljut odáig, hogy basszus, hát kell valami szállítási megoldás, ami nem döglik meg, tehát mondjuk nem ló, és mégis gyorsabb, mint a ló. Ugye, amit nagyon szeretnek megkérdezni egy viszonylag híres kockázatítőke alap, hogy miért most? Mi történt? Tehát, hogy biztos, hogy nem te vagy az egyetlen, aki foglalkozik ezzel a problémával. Ugye úgy néz ki, hogyha bármilyen problémával elkezdesz foglalkozni, minimum négy ember cég dolgozik már rajta, az egyik belebukott már, a másik az mondjuk piaci fázisban van, a harmadik az már IPO-zott is, vagy már exit is csinál belőle, a negyedikek meg kínaiak. De hogy mi történt két évvel ezelőtt? Nem volt akkora piac, nem volt akkora, amit tudom én, a okostelefonoknak a penetrációja, nem használtak okostévéket, meg kell kérdezni, hogy miért nem két évvel ezelőtt, és mi lesz két év múlva? Hogy akkor hogy látjuk, csökkenni fog a piac, vagy nőni fog a piac? Merre mennek a trendek? És ugye azt is megkérdezik, hogy miért az én csapatom az, aki ezt meg tudja csinálni jól, hát persze, mert mértünk hozzá a világon a legjobban, tehát hogy nincs annyi ember egy helyen, aki ennyit foglalkozott, mit tudom én, az e-commerce-el. Kész. És hogyha megvan a probléma validációja, akkor tovább lehet menni a piaci elemzésre, a piacot validálni. Ehhez nagyon sok eszköz van. Ugye az első az a versenytárs elemzés. Ki az, aki ismerős, használt már ilyen dolgokat piackutatáshoz, versenytársnemzéshez? Nagyon helyes. Itt külön van véve, webet tudsz nézni, webanalitikát tudsz nézni, mobilanalitikát tudsz nézni, tudsz bugyozni is, meg tudod nézni, hogy mi volt a finding. Ezek mind olyan fontos információkat tartalmaznak a versenytársaidról, amik még azelőtt, hogy te elkezdnél valamit a piacra vinni, azelőtt ezt tudnod kell. Mert lehet, hogy rátalálsz egy versenytársra, aki azt mondta, hogy basszus, pont azt csinálj, mit én, de az látszik, hogy 3 éve kapott fundingot, és azóta földbe állt, akkor vissza lehet menni az előző diára, és akkor meg lehet nézni, hogy a piac akkor 3 éve ezelőtt még valószínűleg nem volt kész, hogy ők mit rontottak el. Nyilván a social analitikák az mind. Még mindig versenytárs elemzés, még mindig meg lehet nézni azt, hogy ugye hirdetsz. Jó-e a célcsoport, ahol hirdetsz? Ezt nagyon sokszor ezt használtátok, igaz? Próba AdWords, próba Facebook hirdetés, LinkedIn, Twitter. A LinkedIn és a Twitter azért nagyon jó, mert még jobban tudod szegmentálni az összes embert, aki látja a hirdetésedet. És ugye az utolsó versenytárs elemzésben, ezt nem tudom, hogy mennyire használtátok, de nagyon fontos. Itt tudod megtalálni az early adoptereket, mert hogyha van erre meetup, hogyha van erre konferencia, ha vannak róla témák online, akkor biztos, hogy foglalkoznak vele emberek, és már csak az a kérdés, hogy eléggé fáj nekik a probléma, hogy fizessenek is érte többek között. Gyakorlatilag lehet szegmentálni, lehet mindenféle piackutatási módszert, metódust alkalmazni, de ez 90%-ban ez piackutatás. Tehát aki a marketingben otthon van, az tudja, hogy ez igazából új neveket adtunk, de ez piackutatás. És ezt muszáj megcsinálni, a startupok nagyon kreatívak tudnak lenni abban, hogy jussanak piaci adatokhoz minél olcsóbban, minél hatékonyabban. Ez nagyon fontos, viszont ki az, aki ismeri ezt a könyvet? Az a neve, hogy Mom Test, és ez egy nagyon fontos, a piackutatóknak egy iszonyatosan fontos könyv, szerintem mindenkinek el kéne olvasnia. Gyakorlatilag arról szól, hogy megkezd anyukádat, hogy anya, csináltam valamit,
Az jó lesz, megveszed, persze, ügyes vagy, kisfiam, kislányom, megveszem, nagyon örülnek is a többi, az nem lesz egy valid visszajelzés. Például megkérdezed, hogy anyám, szoktál főzni? Hát, persze, hogy szoktam főzni. Mit szólnál, hogyha csinálnék egy iPad appet, amin benne van az összes recept, meg tudsz újat is szerezni? Hát, nagyon jó kisfiam, csináld meg. Megcsinálod, és akkor, hogyha nem figyelsz, csak azt látod, hogy anyukád nem használja, miért nem használja? Nincs iPadje. Nem viszi be az iPad-et a konyhába, stb. Nem tudja kezelni az iPad-et, stb. Nem látja a kijelzőt. Rengeteg probléma van, ezért a Montest azt mondja, hogy releváns embereket kérdezz meg, és utána tudjad értékelni az információkat. Utána tudjad értékelni, hogy ez hamis pozitív, hamis negatív, mindenképpen juss el az igen nemig valahogy, a talán az sose jó. De ugye erről szintén nagyon sokat tudunk beszélni. És akkor a végén, hogyha megvan a probléma, megvan a piac, akkor ott tartasz, hogy customer, ott tartasz, hogy kliens, ott tartasz, hogy van vevőd. Ugye az elején, ki az, aki látta már ezt az ábrát? Ez az! Végre jelentkeztek. Tényleg, ez tök jó. Tehát az a lényeg, hogy az elején, amikor elkezded a startupot építeni, akkor azzal vagy elfoglalva, hogy találjál vevőt, és őket validáld. Tehát azt mondod, hogy tök jó, van 1422 beta feliratkozóm, jó, de ők valóban fognak tőled vásárolni, amikor fizető lesz a szolgáltatás? És akkor azt nézed, hogy 1422-ből 2 vásárolt. Akkor az úgy azt mondod, hogy jó, akkor vissza meg kell találni azokat a vásárlókat, akik tényleg fognak fizetni. Nem egyszer történt meg az, hogy nekünk volt egy 3000-es beta listánk, nagyjából használták is a terméket. Amikor kijött a fizetős verzió, tippeljetek hányan váltottak fizetősre, hányan használták az új feature-öket, hányan akarták tovább használni a terméket. Majdnem. Nem. 2. 2. Ez tök egyértelműen azt jelenti, hogy vagy rossz az értékajánlat, vagy rossz az a piac, akinek el akarod adni. Mert egyáltalán nem biztos, hogy rossz az értékajánlatod, csak lehet, hogy rossz embereket találtál meg, rosszul mondtad el, félreértették, stb. Tehát itt keresed meg a biznisznek az alapját. Viszont, amikor megvan az, tehát azt mondod, hogy 1400 feliratkozóból több, mint a fele neki kell a fizetős feature, megvan a product market fit-ed. Onnantól kezdve nem szabad visszamenni, iterálni, hogy most akkor megint nézzük meg, hogy milyen perszónának jó ez még. Onnantól kezdve át kell lépni az úgynevezett execution-be, a végrehajtásba, ahol növeled a céget. Onnantól kezdve meg kell tanulni azt, hogy tudsz még többet elérni belőlük, és ezt hogy tudod skálázhatóvá tenni, akár a te szolgáltatásodat, akár az, hogy eléred őket, akár a marketinget, bármi. És a product market fit ugye egy nagyon érdekes dolog, ezt nem fogjátok látni. Majdnem, R, ez a Pirate Matrixből a Dave McClure, ki az, aki találkozott a 500 Startups ikonikus arcával. Na, jól van, akkor ez már viszonylag sok ember. Tehát, mit keresünk? Mi lehet az akvizíciós fázisban? Mik lehetnek olyan mérőszámok, amik nekünk jók? Na. Voltatok már akvizíciós fázisban termékkel, szolgáltatással? Így van. Például mennyien nézik meg, hányan kattintnak át, hogy teljesít a hirdetésed, stb. Ez az akvizíciós fázis. Amikor aktiválod, az azt jelenti, hogy van egy boldog élménye az oldalon, feliratkozott, rákattintott, hogy kell a trial, letöltötte az e-bookot, stb. Tehát nem csak ott van, hanem már csinált valamit. Az activation. A retention, az már izgalmas, ott már visszajönnek. Többször megnyitják az alkalmazást, megnézik a hírlevelet, letöltik a következő chaptert, stb. Ott már visszajönnek, ott már van egy látogatod, azt tudod mondani, hogy basszus, ez havonta egyszer itt van, vagy hetente egyszer, vagy valami. Tehát ott már van egy user base-ed, azt mondod, hogy van, mit tudom én, 10 000 egyedi látogató, és abból 2000 azok itt vannak minden héten. A referral egy érdekes sztori, hogy ha nagyon jó a terméked és megtaláltad az early adoptereket,
akkor ők ezt fogják mondani. Tehát az evangelisták azok fogják reklámozni a te terméket, anélkül, hogy bármit fizetnél nekik. Mert egyszerűen azt mondják, hogy basszus, megoldod azt, hogy barna telefontok legyen a telefonomon. Ez olyan jó, hogy még ismernek 10 embert, ezen agyalunk fél éve, és egyszerűen ti meg tudjátok csinálni, és hozni fogják a usereket. Ez nem mindig van, de az egy nagyon jó jel, hogyha a userek hozzák. Ezt nagyon trükkös ezt trekkelni, de hogy ez egy nagyon jó jel. És ugye nyilván a legjobb az a revenue, amikor azt tudod mondani, hogy hát igen, van 10 000 látogatóm, és abból mit tudom én, 1000 az fizet nekem havidíjat, vagy valami, vagy már vásárolt valamit. Ezekben nem fogunk belemenni, de rengeteg mérhető metrika van. Ami nagyon fontos, hogy mindig meg kell találni azt, hogy mi az a metrik, amit te neked fontos mérni, és azt mérjed is, és utána azt értékeld is. Tehát ha teszem azt például neked a Customer Acquisition Cost egy iszonyatosan fontos metrika, mert tudnod kell, hogy mennyi pénzt költesz el és mennyi jön be, de te nem a Customer Acquisition Cost-ot méred, hanem te azt méred, hogy hány user jön, és azt mondod, hogy hú, ez iszonyatosan jó, több mint 12%-kal nő hónapról hónapra a user szám, rengeteg látogatónk van, és közben mondjuk elszállt az Acquisition Cost, akkor nagyon hamar mínuszba vagy, és azt mondod, hogy hoppá. Úgyhogy mindig meg kell találni a metrikákat, amik mérni kell, és utána pedig meg kell csinálni azt, hogy ez a mérés mitől lesz jobb, mit kell tennünk, merre haladunk. Ki akar startupot csinálni? Hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor itt vagyok, itt az elérhetőségem, írjatok, hívjatok, beszéljünk. Köszönöm a figyelmet!